Köszöntöm nézőinket! Remek hangulat, mai és retro slágerek, valamint incsiklandó ételek a Túrivárban. Egy év kihagyás után ismét megrendezték az önkormányzati bált, mely ezentúl Túri Bál néven halad tovább a következő években. A Cserregő Néptánc Együttes a középkor hangulatát megidéző tánccal nyitotta meg az idei várpalotai önkormányzati bált. Ahogy épült a város történelmi arculata az elmúlt esztendőkben, úgy elérkezett az ideje annak is, hogy a városi bál egy a helyszínhez méltó nevet kapjon. Fogalmazott a Túri Bál megnyitóján Campanari Talabér Márta polgármester. Mint mondta, a Túri kultusz építése is egy fontos cél. Először Túri Bál, hiszen átkereszteltük az önkormányzati bált Túri Bállá, mert szeretnénk egy kicsit a városnak a történelmi arculatát erősíteni. Nagyon sok tevékenységünk ezt a célt szolgálta az elmúlt években, és úgy gondoltuk, ezzel a átnevezéssel, a Túri Bállal tudjuk erősíteni az úgynevezett Túri kultuszt is, amit az elmúlt évtizedben már szorgalmasan próbáltunk itt építeni Várpalotán, és szeretnénk ezáltal is erősíteni, és minden inkább megismertetni Túri Györgynek a nevét, úgyhogy a városi bálunknak ez lesz 2022-től a neve. Nagyon örülünk, hogy meg tudtuk rendezni, hiszen a tavalyi év az kimaradt. Nagyon sokaknak, nem csak nekünk, a Covid az gyakorlatilag teljes mértékben áthúzta azokat a programokat, amelyeket terveztünk. Reméltük, hogy az idei esztendőben sokkal könnyebb lesz a helyzet. Könnyebb, de szeretnénk, hogyha még jobb lenne, úgyhogy bízunk benne, hogy folyamatosan vissza lehet térni már a bálok megrendezéséhez az idén, aztán az lenne az igazi, hogyha ősztől pedig teljesen visszakapnánk a hagyományos régi életünket e tekintetben is. Sokaknak hiányoztak már a zenés, táncos programok és a kikapcsolódást nyújtó társasági együttlét, hangoztatta a városvezető. Az est sztárvendége Verép Tamás színész, énekes volt. Az éjszaka folyamán az Alibi együttes szolgáltatta a talpalávalót. Pop, valamint musical műfajokban a Túri György Gimnázium két tanulója, Mihók Johanna és Tamás Olivia nyerték meg az elmúlt év végén Nagykanizsán megrendezett második Jórszong országos énekversenyt. A háromnapos megmérettetésen 4 korcsoportban és 5 kategóriában mintegy 110 előadott dalt értékelt a Károly Molnár Péter színművész vezette szakmai zsűri. Az elmúlt év végén rendezték meg Nagykanizsán a második Jórszong országos énekversenyt. A megmérettetés célja, hogy lehetőséget teremtsen olyan gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, akik szeretnék bemutatni, illetve megmérettetni énektudásukat a szakmai zsűri és a közönség előtt. A rangos versenyre a várpalotai Túri György Gimnázium két tanulója is jelentkezett, akik a pop és a musical műfajokban első helyezést értek el. Egyszer már voltunk ezen a versenyen, akkor Tóth Júlcsi nyert első helyezést népzene kategóriában, tehát én már egy ilyen versenyt végigültem, és láttam, hogy azért nagyon nagy az érdeklődés, rengeteg jelentkező van. Voltak nagyon jók, voltak akik kevésbé, de az idén háromnapos lett a verseny, tehát nagyon sok jelentkező volt, és így igazából nem számítottunk helyezésre, ezért volt nagyon nagy meglepetés, hogy mindketten első helyezést értek el. A zenei találkozón a műfajok palettája igen széles volt, mely a rocktól a jazzen át a folklórig terjedt.
Legnépszerűbbnek a pop és a musical bizonyult. Utóbbi két zenei stílusban indultak a várpalotai lányok is. Mihók Johanna 4 éve tanul énekelni Szabó Szilvia énekművésznél. A Your Song énekversenyen egy népszerű musical slágert adott elő. Az Apácák című műzikából az Apáca lettem én című dalt választottam, mert ez az egyik kedvenc dalom, és ezt bármikor el tudom énekelni, akár beteg vagyok, akár van hangom rendesen, és ez egy olyan dal, amit szeretek is, és szívesen énekelek. Tamás Olivia életében mindig meghatározó szerepet játszott a zene, noha hivatalosan tavaly szeptember óta tanul énekelni. A megmérettetésen egy közismert popslágert hallhatott tőle a zsűri. Bájer Friderikától a Bárhol jár című dal. Igazából azért választottam ezt, mert Bájer Friderika a kedvenc énekesem, és megfogott nagyon a dal, mint szövegileg, mint dallamilag. Szorgalmas, alázatos és tehetséges. Diákok, ez a három együtt párosul, akkor úgy gondolom, hogy határa csillagoség, és ezt szó szerint értem, tehát Olivia az én tanítványom, nagyon jó vele dolgozni, Johanna pedig hát már így készen kaptuk a gimnáziumba, és nagyon nagy örömömre szolgált, amikor először hallottam őt énekelni, és tényleg ő is egy nagyon alázatos, szorgalmas diák. A mostani szép siker után a lányok folytatják a felkészülést, hiszen hamarosan a nagy hagyományokkal rendelkező középiskolásoknak szóló keszthelyi kulturális seregszemlén a helikoni ünnepségeken, valamint a szintén számos művészeti ágat érintő tehetségkutató versenyen a Fejér megyei diáknapokon is megcsillanthatják képességeiket. Sokan vélekednek úgy, nem főzni nehéz, hanem kitalálni, mi legyen a heti menü. Jól jönne ilyenkor egy digitális szakácskönyv, amelyben nem ételek, hanem hozzávalók alapján lehet válogatni. A kérdés tehát úgy lehetne feltenni, mi van itthon, s mit lehetne alkotni belőle. A Hidasház háziasszonya ezúttal így közelítette meg a témát, 2 napra való, nem éppen diétás ételt ajánl a háziasszonyok figyelmébe Elzász tájáról és északi szomszédunk gasztronómiai tárházából. Mai főzőcske műsorunkat nem egy koncepció köré gyűjtöttük össze, hogy miket fogunk főzni, hanem csak egyszerűen, hogy mihez volt kedvünk, illetve mi volt itthon a hűtőszekrénybe. Hát a krumpli az nem a hűtőszekrénybe volt, de sok minden egyéb igen. Talán csak az lesz a koncepció, hogy ami általában jellemző ránk, ilyen maradékmentés, hogy minek a maradékából mit lehet készíteni. Most jutúros strapacskát fogunk készíteni, mert van itthon jutúrunk, van itthon krumplink, van itthon szalonnánk, és annak a levéből másnapra majd egy finom levest, ami ilyen strapacskás leves lesz. Utána egy desszertet, a kókuszcsókot, ez pedig a maradék tojásfehérjékből, amik megint fölgyülemlettek a hűtőszekrénybe. Most lássuk először is a strapacskát. Meghámoztunk 1 kiló krumplit, és azt most le fogjuk reszelni. A
Én már egy darab krumpli után is meguntam a kézi reszelést. Természetesen úgy is lehet, de van nekem egy ilyen húsdarálóm, amin vannak különböző toldalékok, és van rajta egy apró lyukú reszelő is. Én azzal szoktam készíteni. Természetesen lehet reszelgetni, és ezt csak azért mutattam meg, hogy senkit ne tartson vissza, ha nincsen gépe. Ledaráltuk, lereszeltük a krumplit, adunk hozzá ehhez az 1 kg krumplihoz körülbelül 3 tojást. És természetesen sót is adunk hozzá. Összekeverjük, és annyi lisztet adunk hozzá, hogy egy rendes nokedlé sűrűségű tészta legyen belőle. Ez attól is függ, hogy mennyi nedvesség tartalma van a krumplinak, így tél végére, tavaszra már azért kevesen. Körülbelül az 1 kg krumplihoz olyan 30-40 deka lisztet tehetünk. Elkészült a tésztánk, közben forraltunk vizet, és egy nokedlé szaggatón keresztül átengedjük, és apró galuskákat főzünk belőle. Most egy kicsit nehezebb dolgom volt, mivel ugye a levét meg akarom kímélni, és holnapra abból készítsünk strapacska levest. Tehát nem egybe szűrtem le az egészet, hanem ezzel a kis szűrővel halázgattam ki őket, de aki nem akar leves készíteni a levéből, az egybe is leszűrheti természetesen. Ezt egy kicsit tovább kell főzni, mint egy normál galuskát, de nagyjából, amikor följönnek a víz felszínére, akkor még egy olyan egy percig főzzük, és akkor utána át lehet szűrni. Amikor leszűrjük a galuskákat, egy kis hideg vízzel célszerű leöblíteni, hogy utána ne ragadjanak össze. Amikor megfőtt a nokedlink, a krumplis nokedlink, ugye strapacska, akkor pirítunk egy kis szalonnát, és ennek a zsírjába fogjuk kiszedni majd, vagy beletenni majd ezeket a nokedliket. Amikor ez megpirult, akkor majd ki fogjuk szedni, majd az egésznek a tetejére rakjuk. Amíg fű a szalonna, addig a kifőzött nokedlikből egy-két kanállal elmentünk a holnapi leveshez. Nem kell sok, mert majd egy kis krumplit is főzünk bele, de ezt majd akkor elmondom. A megsült szalonna kockákat egyelőre kiszedjük. Megmarad a zsírja. Ha egy-két darab marad benne, az nem katasztrófa. És a szalonna zsírba belerakjuk a kifőzött krumplis nokedlit. Jól összekeverjük a zsírral. És akkor most jön rá a jutórónak a fele. Van itt nekünk körülbelül 20-25 deka jutórónk. Ennek a felét próbálom elmozsolgatni, ez nem igazán lehet, inkább ilyen darabokba marad, de majd megolvad. A felét összekeverjük a nokedlékkel, a másik felét meg majd a tetejére rakjuk.
nagyjából simára elegyengetjük a tetejét, és rászórjuk a maradék nyúltúrót. És végül ráhintjük a sült szalonnát. Így, ahogy van, a fölforrósított sütőbe tesszük, addig sütjük, amíg rápókhálósodik a jutóról, illetve hát olyan szép aranysárgás színt kap. Van nekünk maradék tojásfehérjénk, most abból 4 tojásfehérjét beleöntöttünk egy lábosba, hozzáadunk 20 deka kristálycukrot, kicsit elkeverjük, és kell még hozzá összesen 20 deka kókuszreszelék, aminek a felét öntjük egyelőre bele. Elkeverjük simára, utána tűzre tesszük és összemelegítjük. Nem szabad forralni, megsütni, nem szabad neki odakapni se, tehát tényleg csak összemelegítjük addig, ameddig a cukor elolvad benne. Ezt nem kell fölverni sem, csak kevergetni, amíg a tűzön van. Fogjuk érezni, hogy mikor olvad meg benne a cukor, akkor még hozzá fogjuk tenni a maradék kókuszreszeléket. Amikor érezzük, hogy már elolvad benne a cukor, illetve nem forró, de már meleg, akkor azonnal lekapcsoljuk a tüzet alatta, és belerakjuk a további tésztát a kókuszreszelékbe. Ez egy végtelenül egyszerű kis sütemény, nem kell hozzá sok dolog, pillanatok alatt készen is van. Amikor ez így összeállt, akkor 2 tejáskanál segítségével halmokat rakunk belőle sütőpapírral kivélelt tepsire. Kínálgató József Attilától. Hé, vendégek, a begetek, nehogy mindent megegyetek. Ne feledd, hogy régi szabál, csak mértékkel egyél így áll. Kövérség, korai vénség, tehát móddal, ó vendégség. Az angyalok sose esznek, mégis gyönyörűek lesznek. Fekete törökátok, de hát úgyis megisszátok. Ím hát aki mértékkel szórakozott az étkekkel, s nem rögyant meg keze lába, jöhet a tánciskolába. Járjuk mind a szél a pusztán, fölfrissülünk majd káposztán, káposztának is a levén, mint beduin a tevén. E hasonlat egyéb hián nem történt, csak a rímián. S ha még fogát fenni falánk, frissen sül a farsantifánk.
kívül piros, belül foszlik, míg a vendég el nem oszlik. S aki panasszal van bajba, menjen a sóhivatalba. Egy ízletes téli ételt fogunk készíteni, az elzárt és ertés bordát. Ez egy savanyú káposztával, sült krumplival rakott húsétel, amihez a hozzávalók a sertés borda, hát ez éppen nem az, mert ez tarja, de lehet karajból is készíteni, vagy esetleg combszeletekből. Én a tarját szeretem, és most ez volt itthon. Aztán kell hozzá savanyú káposzta, amit egy kicsit kimostam, majd mindjárt egy pár nyisszantással össze fogom vágni, hogy apróbb legyen. Hagyma, krumpli, amit karikára vágva meg fogunk sütni, és szalonna, amivel kibéleljük a tepsit, amiben sütjük, és majd a tetejére is rakunk. Tehát nagyjából így néz ki ez az étel. Először is én a hússzeleteket már kivertem, bevágtam az oldalukat, hogy sütés közben ne ugorjanak össze, most be fogom őket sózni. Tehát besóztam a hússzeleteket, nem kell nagyon erősen, mert majd a szalonna is sós lesz, nehogy nagyon elsózzuk, sőt a savanyú káposzta is sós. Öntöttem egy kis zsírt már ebbe a serpenyőbe, zsírt vagy olajat, teljesen mindegy, hogy mit teszünk bele, és belevágunk egy fej vörös hagymát. Ilyen kis hosszanti szeletekre, de aki úgy szeretné, jobban lehet apróra is vágni. Savanyú káposztát, amit előtte egy-két vágással elvágunk kisebbekre, hogy ne olyan hosszú szálak legyenek. Amikor ez készen van, akkor föltesszük a tűzhelyre, és fedő alatt puhára pároljuk. A krumplit karikára vágjuk, és így fogjuk kisütni. Nem kell túl vékonyra, nehogy túl süljön, és ezt csak félig fogjuk megsütni, úgy kerül a tepsibe. Fölforrósított olajba kisütjük a karikára vágott krumplit részletekben. És azért sütjük először a krumplit, mert attól tisztább marad az olaj, és ebben még meg tudjuk majd sütni a húst is. Remélik Sándor minden nap. Amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer csemege. Amit én álmodom, egy nép szájában letevő falat. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem cifraság a szűrön, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó. Kenyér vagyok. Mindennapi kenyér. Nem pompázom, de szükséges vagyok. Kenyér vagyok. Mindennapi kenyér. Ha tollat fogok, kenyeret szeret. Kellek, tudom. Kellek nap-nap után, kellek tudom, de nem vagyok hiú. Lehet magára hiú a kenyér. Csak boldog lehet, hogy megérte ezt, kellek. Ezt megérteni egyszerű. És nincs tovább. Álmom néha kemény, keserű, kérges, barna, mint sokszor a kenyér. De benne van az újrakezdés magja. De benne van a harchoz új erő. De benne van az élet.
Amikor félig kisütöttük a krumpliszeleteket, akkor ugyanabban az olajban megsütjük a húsokat. Csak közepes lángon, körülbelül olyan 7-8 percig fogjuk sütni, hogy majdnem puha legyen, de az se baj, hogy teljesen puha lesz. Az első felét azt lehet fedő alatt sütni, vagy egy nagyon pici rést hagyni, hogy távozzanak a gőzök. Amikor megsült a hús, akkor kiszedjük egy tálba. Nem kell túl sütni, mert még ott a tepsibe is fog ez sülni. Amikor minden hozzávaló készen áll, akkor fogunk egy tepsit, és egy nagyon pici olajat öntöttem az aljába, a szalonnával ezt elkenegetem, hogy mindenütt bevonja, kicsit az oldalát is, és kirakjuk egy pár szelet füstölt szalonnával. Szépen elegyengetjük, és ráhelyezzük a hússzeleteket. Végezetül pedig a krumplit, amit félig megsütöttünk, a tetejére pedig szintén szalonna szeleteket rakunk. Készen vagyunk, akkor ez mehet a sütőbe, amíg a szalonna meg nem süt. Tegnapi strapacskánk főző levét meghagytuk, azért, hogy ma egy levest készíthessünk belőle. Ehhez először egy három szem krumplit apró kockákra vágunk össze. És ezt a krumplit egy kevés, enyhén sós vízbe feltesszük főni. Amikor megfőtt az apróra vágott krumplink, akkor hozzáadjuk ezt a tegnapról megmentett kis strapacska galuskákat, hogy az is fölforrósodjon. És felöntjük a strapacska főzőlevével. Alaposan fölforraljuk, miközben fűszerezzük csomborral. Na most van, aki nem szereti a csombort, az nyugodtan megteheti, hogy zellerlevelet főz bele, azzal egészen másmilyen lesz, mi szeretjük a csombort, és azt szoktunk beletenni. A csombor más néven borsikafű, ezt az erdélyi konyhában nagyon gyakran használják, ezt a fűszert. Amikor ez majd fölforrt, akkor behabarjuk a tejföllel, addig pedig hagyjuk forrni. Csak vigyázni kell, hogy nehogy kifusson, mert ez most már könnyen kifut, mert a csapacska főző levétől lisztes a lény. Amikor
amikor minden összeforrt a levesbe, akkor behabarjuk. Ez a habarék, ez most nem fog lisztet tartalmazni, mert a strapacska főzőlevében az volt. Úgyhogy csak leszedünk egy kis levet, ráöntjük a tejfőre. Ez a hőkiegyenlítés miatt kell. És ezzel a forró lével hígítjuk. És amikor simára kevertük ezt a tejfőt, akkor egy szűrőn keresztül visszaöntjük a levesbe. Elkeverjük és még egyszer felforraljuk. Ameddig újra felforr a leves, addig pirítunk egy kis apró kockákra vágott szalonnát. Amikor megpirult a szalonna, ez zsírjával együtt beleöntjük a levesbe. Elkeverjük, megkóstoljuk, hogy esetleg még ezek után is kell-e bele só. Ha kell, akkor egy kicsit még rakunk hozzá. És ezzel tulajdonképpen elkészült a strapacska léleves. Karinti Frigyes, Berda József. Csattogj fogam most, hadd töltöm kedvemet, s te jó gyomor, válaszd a nedveket. Kitűnő kedvem van, angyal lakik ma nálam, lám, a levesbe is belecsorog nyálam. Remeg a töltelék, villám, alátolom, szemem is kidülled, ahogy lapátolom. Leesett a földre, oda se neki, onnan is megeszem, most gyere ki. Most még egy kicsi bor, legyen mit szíjak, hasam kerületén megoldom a szíjat. Alul felül hangzik vidám böfögésem, s órákig elülök, árnyékban, a széket.